A Szentendrei Szociális és Fejlesztő Központ Biztoskezdett Gyerekházának intézményvezetője. 8 éve dolgozom a segélyszervezetnél, mint intézményvezető. Az intézményünk a 0-3 éves korú gyerekek korai fejlesztésével foglalkozik. Az elmaradásoknál lehet érteni a szociális elmaradásokat, illetve a vele született rendellenességet. Több mint 400 gyermeket sikerült az elmúlt 8 évben bevonnunk a gyerekházba. Abban különbözünk a bölcsödéktől, hogy itt a családok együtt vannak nálunk. Ez azt jelenti, hogy az édesanya, édesapa vagy nagymama is bejöhet a pici gyermekkel, és vele együtt, tehát neki megmutatva, hogy hogyan kell a fejlesztéseket csinálni, illetve hozzászoktatva őket az alapvető dolgokhoz, szinte közösen fejlesztjük, illetve neveljük a szülőket a gyerekekkel. Káló Zoltánné vagyok, szendrői lakos Barbiként, de hívnak és neveznek itt engem a szülők. Most itt ugye láthatjátok mindennapjainkban az első ugye, hogy 8 órakor megnyílnak kapuink. Az öbédi mondóka, az én úgy gondolom, hogy a számukra nagyon-nagyon fontos, mivel hogy fejlesztjük is vele őket, meg az anya-gyermek kapcsolatot igazából erősítjük ezzel. Mondjuk azt, hogy a szülők is olyanok, akik nagyon fiatalok, tehát még gyermekek szó szerint, mert 16 és 18 évesekről beszélünk, leginkább fiatalok, és ők sokkal jobban szeretnek kreatívkodni és játszani, mint a gyermekek. Tehát őket is nevelnünk kell szó szerint. Intézményünkben található sószoba. Szülők szokták kérni, hogy ugye megengedhetjük egy 45 perc terápiáról beszélünk. Általában allergia, ugye megfázás esetén szokták kérni. 2, figyelj, 3. Mennyi? 4. Intézményünkben dévénytornász dolgozik. Heti egy rendszerességgel jár hozzánk, aki felméri a gyermekek problémáját, így ezáltal a korának és a mozgásának, problémájának megfelelő egyéni fejlesztést ír elő. A város fölött található telepen nagyon sok a pici baba, és ők veszik igénybe most leginkább a szolgáltatásainkat. 4 szoba van a lakásban, és 7 fő család, ami 14 gyermeket foglal magába. Az biztos, hogy hiányozni fogsz nekünk, azt tudod? Reméljük, hogy az oviban meg fogod mutatni, hogy mit tanítottunk neked, és hogy te mit tanultál, ugye? Próbáltunk a fejlettségüknek és a koruknak megfelelően igazából fejlesztéseket tervezni számukra. És mondom, mint mondtam is, hogy pozitív, csak is pozitív visszajelzések érkeznek hozzánk mi is, és erre nagyon-nagyon-nagyon büszkék vagyunk, az az igazság.